Jó estét kívánok, köszöntöm a Lakihegy rádió hallgatóit. Ez itt a Családban marad, én pedig Somogyi Betti vagyok. A mai este arról fogunk beszélgetni, hogyan is változik meg egy párkapcsolat, egy házasság, miután megszületik a várva várt kisbaba, és a szülők élete teljesen felfordul. Egy gyerekén azt gondolom, tényleg a világ legcsodálatosabb dolga. Minden szülő óriási izgalommal várja, hogy végre megszülessen a kisbabája. De ugye ilyenkor ezzel párhuzamosan az egész addigi családi élet egy picikét felborul. Új szokások és egy teljesen más életvitel alakul ki. Ez viszont sok esetben bizony komoly próbára teszi a szülők párkapcsolatát. De tényleg minden esetben kialakul egy párkapcsolati krízis, vagy ez vajon könnyen elkerülhető lenne? És egyáltalán melyek a leggyakoribb problémák, amelyek előjönnek, ha kisbaba érkezik a családba? Erről és még sok minden másról is szó lesz a következő órában, úgyhogy tartsatok velünk. Vendégem már itt van velem a stúdióban, Levendula Lilla, pszichológus és szociális munkás. Már is kezdünk. Köszöntöm a stúdióban Levendula Lilla, pszichológust és szociális munkást. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Mai témánk a párkapcsolatok megváltozása az első gyermek születése után. Én nemrég olvastam egy cikket, egy felmérés szerint 10 jól működő párkapcsolatból 8 elromlik, miután megszületik az első gyermek. Kicsit ledöbbentem ezen a számon, ez nem azt jelenti, hogy ők feltétlen elválnak, de hogy valami megromlik a párkapcsolatban. Neked, Lilla, mi a tapasztalatod ezzel? Melyek a leggyakoribb problémák, amik előjönnek a gyermek születés után egy párkapcsolatban? A gyermek érkezése az mindig egyfajta úgynevezett life transition, tehát egy normatív krízisnek felel meg, ami tulajdonképpen azt foglalja magában, hogy azok az életszakaszok, amik egy nagy-nagy változással járnak, azok feszültséget és stresszforrást szoktak jelenteni mindenki életében, és nyilván ez egyfajta átrendeződést is hoz a pár életébe. Tehát akkor, amikor egy kisbaba születik, az eleve rengeteg kihívást tartogat magában, kezdve olyan triviális dolgokkal, mint alvás, megvonás, kimerültség, ami pedig sokkal nagyobbá tudja tenni annak a lehetőségét, hogy esetleges konfliktusok alakuljanak ki a párok között. És nem lehet, hogy itt az a legnagyobb probléma, hogy mondjuk nem készülnek fel igazán a gyermek érkezésére? Tehát nem gondolják át, hogy mennyi mindenben változik meg innentől kezdve az egész kapcsolatuk? Azt gondolom, hogy erre nem lehet csak úgy felkészülni. Hiszen lehet, hogy arra készül valaki, hogy lesz egy nagyon nehéz gyermeke, akivel rengeteget kell foglalkozni, olvassa a fórumokat, átnézi azt, hogy hol lehetnek a buktatók, és kap egy teljesen más jellegű gyermeket. Vagy kap egy teljesen más habitusú gyermeket. Vagy bejöhetnek olyan transgenerációs, intergenerációs problémakörök is, például olyan viselkedés minták, amiket ő hozott át a saját szüleitől, illetve a saját származásától, családjából. Ez lehet férfeleség közötti kapcsolati problémakör, illetve lehet gyermekneveléssel kapcsolatos problémakör. Tehát van olyan, aki egy sokkal konzervatívabb álláspontot képvisel ezzel kapcsolatosan, tankönyv szerint próbál menni, a másikuk pedig sokkal inkább egyfajta kötődő szemléletű nevelést szeretne. És akkor ez lehet egy fő behozni, probléma forrás És ez lehet közöttük. Egy fő probléma forrás. Ugyanúgy, ahogy lehet probléma forrás az időhiány is. Tehát az, amikor el kell látni 24 órában egy csecsemőt, és tulajdonképpen örül, hogyha lezuhanyozni van ideje, vagy valamit bekapni van ideje, nemhogy normálisan étkezni, akkor nem fog tudni akkora figyelmet szentelni a párjának. Be lehet ide hozni a gender üzeneteket is. Tehát az, amikor van egyfajta jó anyamítosz a társadalomban, mindent el kell láss, mindent neked kell egyedül vinned anyukaként, a hátadon segítséget nem igazán mer igénybe venni, mert hát ő azért van otthon, hogy a gyermeket áll. Hogy ő legyen a minta anya, meg a minta feleség. Hogy ő majd szépen ellátja a gyermeket, és tulajdonképpen kiég ebben az egész folyamatban, illetve nem tud úgy jelen lenni egy másik szerepben, a nő szerepben, vagy a feleség szerepben, ahogy egyébként jelen kellene lennie. Pedig hát apukának ugyanúgy kellene segítenie, mert hát ketten vállalták azt a gyereket, tehát ilyenkor az anyukák nyugodtan kérhetnek legalább a férjüktől segítséget. Ez így van. A férjüktől is, a nagyszülőktől is, a barátoktól is. Segítséget kérni egyébként eleve egy nagyon nehéz dolog. Mindegy, hogy az most egy fizikai segítség, tehát menjen légy szíves a boltba,
vagy pedig a gyere már át addig, amíg én lezuhanyzom. De sokszor nem is kéne, hogy kérjünk segítséget igazából, mert nagymamának van, hogy akár magától ez eszébe juthat, hogy akkor átmegyek, segítek a lányoméknak, fiaméknak, mert mégiscsak most egy olyan helyzetben vannak, hogy teljesen megváltozott az életük, vagy mondjuk főzök nekik. Tőlem például megkérdezték azonnal, még a barátok is, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok. Hát te szerencsés vagy. Viszont vannak olyanok, akik, tehát mindenkinek más jelent a segítség. És vannak olyan nagyszülők, akik mondjuk azt gondolják, hogy ők akkor segítenek a legtöbbet, ha leveszik a anyukáról az újszülött csecsemőt, aki pedig ezt nem feltétlenül szeretné. Igen, hát nem ez a legjobb segítségnyújtás, igen, egyszerűbb, hogyha megkérdezi, hogy mit főzek kislányom, vagy mit hozzak a boltból, mert ilyenkor a pici babának azért mégiscsak az édesanyára van leginkább szüksége. Igen, a mi társadalmunkban általában az elsődleges gondozó az édesanya. Én behoznám ide egy kicsit a kötődés témakörét, tehát ezzel sokaknak van bizonyos jellegű problémája, akár felnőtt korban is. A kötődés az tulajdonképpen a csecsemő, az újszülött kisbaba biztonság és közelség kereső magatartása, ami egy olyan viselkedés módot fog magával hozni, ami egyfajta reakció a szülői bánásmódra. Mindjárt folytatjuk, senki nem menjen sehová. Ez itt a Családban marad. Folytatódik a Családban marad itt a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál Somogyi Bettit halljátok. Mai vendégem Levendula Lilla, pszichológus és szociális munkás. A témánk pedig a párkapcsolatok megváltozása az első gyermek születése után. Nos, az adás elején megbeszéltük, hogy milyen problémák jöhetnek elő, hogyha megszületik a várva várt kisbaba egy párkapcsolatban, és a kötődésről is beszélgettünk. Erről még egy picit beszéljünk Lilla bővebben. Biztos mindenki látott már olyan gyereket, aki a csilláról lóg, azért, hogy a lehető legtöbb figyelmet megkaparintsa magának. Ó, néha az én fiam is szokott ilyen csinálni. Megláttunk olyat is már, aki az klasszikus jó gyerek. Tehát ez minden arról szól, hogy hogyan tudja azt a biztonságot megkapni és megtalálni, amire ő neki szüksége van. Minden gyerek fog rosszalkodni, minden gyerek próbálgatja a határait, és minden szülő kiborul egy ponton. Ezzel abszolút egyet tudok érteni, mert nekem is van két pici gyerekem, és időnként bevallom, én is kicsit kiborulok, de én azt gondolom, hogy főleg pici gyerekeknél, ráadásul kiskor különbséggel ez egy teljesen normális dolog. Egyébként engem nagyon sokan keresnek meg azzal, hogy segítsek nekik abban, hogy azt a feszültséget, amit a gyereknevelés okoz, azt valahogyan letegyük. És sokszor, ahogy beszélgetünk, rájövünk, hogy tulajdonképpen az, amivel dolgozunk, az egy úgynevezett overtouched, overwhelmed. Tehát amikor tulajdonképpen rajtad van a két gyerek, csörög a telefon, még a férjed is akar valamit, meg nem tudom, éppen kifutott a tésztának a főzővize. És egy idő után azt érzed, hogy lőjenek ki az űrbe. De nagyon gyorsan. És mit szoktál ilyenkor tanácsolni nekik? Egyrészt van egy úgynevezett tolerancia ablakunk. Tehát mindenkinek van egy olyan szint, amit elbír, és amit még kényelmesen tud vinni. Egyrészt megtanuljuk azt, hogy hol vannak a határai ennek a tolerancia ablaknak, és megnézzük, hogy mivel tudjuk ezt nyitni. Illetve mindenkinek az idegrendszerének van egy éberségi szintje, ezt hívjuk órozalszintnek. Ezen az éberségi, tulajdonképpen, hogyha egy tengelyen jelöljük, vagy egy létrán jelöljük, akkor meg tudunk tanulni fölle sétálni. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos készségcsomag, bármilyen jellegű életterületre nézve. Nekem például ilyenkor sokszor segít az, hogyha mondjuk elmegyek egy órára egy barátnőmmel. Jó, persze ehhez megint hozzátartozik az, hogy akkor a férjem vigyáz a gyerekekre, vagy az anyukám, vagy bárki a családból, tehát azért segítség kell, de én akkor úgy feltöltődök, és akkor az sokat segít. Te szerencsés vagy, mert neked van, akik besegítenek. Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy mi van akkor, amikor tényleg nincsen segítség, mert mondjuk nagyon messze laknak a nagyszülők, vagy akár nem is élnek, a barátokkal megszakadt a kapcsolat, mióta ugye pici gyerek van, mert sok esetben ez is előfordul, akkor hogy tud a pár egy kicsit egymásra koncentrálni mégis? Mi a megoldás? Én itt kettészedném a dolgot. Az, hogy a pár hogy tud egymásra koncentrálni, az nagyban függ attól is, hogy ki milyen állapotban van, és ki mennyire elérhető egyáltalán a másik számára. Az, hogy anyuka mennyire elérhető apukának, illetve
a férj a feleségnek, vagy a feleség a férjnek nagyban függ az egyéni állapotoktól is, az egyéni érzelmi és mentális állapotoktól is. Uh-huh. És akkor, hogyha mind a kettő megtanulja külön-külön kezelni azt a stresszt, uh-huh. amit a mindennapok behoznak az életébe, még akkor is, hogyha... Tehát a gyereknevelés az azért egy különösen nehéz terület, mert folyamatosan változik. Tehát mihelyst lesz valamire egy bevált, jól működő megoldásod, abban a pillanatban történik valami, jó, lehet, hogy egy-két hétig tök jó, és nyugi van, de történik valami, ami beborítja a teljes rendszert. Egy megbetegedés, egy fogzás, egy bármilyen jellegű idegrendszeri fejlődés, tehát elkezd beszélni, mozgás fejlődik. Elkezdi az óvodát, például ez nálunk is probléma volt az elején. Ha van esetlegesen valamilyen nagyobb stresszt kiváltó egyéb esemény, igen? Ami még szignifikáns problémát szokott jelenteni, az a szexualitás, illetve a szexualitásnak a csökkenése, vagy a minőségi változás. Ez ugye valahol normális, hogy ugye közvetlen a gyerek születés után ez egy picit megváltozik, mert szerintem nincs olyan házasság vagy párkapcsolat, amiben ez nem változik meg. De mit lehet tenni, vagy hogy figyeljenek jobban egymásra, hogy ne legyen ebből mondjuk akár válás a végén, vagy egy megcsalás? Akkor, amikor azzal jön be egy pár, hogy probléma van a szexualitással, én mindig el szoktam azt mondani, hogy általában a nők akkor szeretnek szexelni, hogyha szeretve érzik magukat, a férfiak pedig akkor érzik magukat szeretve, ha sok a szex. Tehát ez valamilyen szinten egy kicsit rókacsfogta csuka, amivel kezdeni kell valamit. Na jó, hát szabad ne felejtsd, Lilla, mindjárt innen folytatjuk tovább. Nem sokára jövünk vissza, maradjatok velünk. Lakihegy Rádió helyben vagyunk, folytatódik a Családban marad. A mikrofonnál Somogyi Bettit halljátok. Vendégem továbbra is Levendula Lilla, pszichológus és szociális munkás. Legutóbb ott tartottunk, hogy hogyan is változik meg a szexuális élet, miután megszületik a kisbaba. Itt ilyenkor érdemes megnézni, hogy megvan az a megfelelő mennyiségű figyelem, amire a másiknak szüksége van. Tehát nyilván pici gyereknél azért ez egy elég nehézkes feladat. Főleg, hogy anyuka ugye az elején főleg inkább a gyermekre figyeli, szerintem hajlamosak apukát egy picit háttérbe szorítani. Nem feltétlenül azért szorítják háttérbe, mert a gyerek, tehát nem feltétlenül a gyerek a kiváltó ok, hanem lehet egy testkép változás is. Tehát azért nagyon keveseknek jut az a szerencsés testalkat, hogy megszül, és akkor gyakorlatilag ugyanolyan alakkal jön ki a kórházból, mint ahogyan ő teherbe esett. És azt elfogadni, hogy úristen, még úgy nézek ki még mindig, mint egy 6 hónapos terhes, úgyhogy már a gyerek az nem bennem van, hanem kicsit kijebb, akkor tehát az egy folyamat. Igen, akkor ezt anyukának picit először magában kell rendeznie. Helyre rakni, igen. Rendbe rakni. Amellett meg lehetnek olyan szülés körüli problémák, amik esetlegesen záróizom, illetve medence funkcionalitás vesztéssel járnak. Uh-huh. Tehát nekem konkrétan vannak olyan kismamáim, akik több hónapos gyerek mellett még pelenkával jönnek be. Abban az esetben, ha ilyen problémakör van, akkor nyilván nem feltétlenül szeretne olyan nagyon szexelni. Igen, hát itt kell, hogy legyen azért egy megértő férj, hogy ezt azért elfogadja, amíg ezt anyuka nem rakja rendbe magába. Igen. Mi a helyzet az együttalvással? Mert nekem több ismerősöm is együtt alszik a gyermekével. Én azt gondolom, ez nem feltétlen jó dolog, mert egy kicsit megöli az intimitást, de ez lehet, hogy csak az én véleményem, nem tudom, hogy te hogy látod ezt. Én azt gondolom, hogy az intimitás és a szexualitás az nem függ össze teljes mértékben egymással, tehát egymás részhalmazai, de szeretettel várom azokat, akik csak az ágyban tudnak együtt lenni. Úgyhogy nem gondolom, hogy ez, amennyiben az intimitás alatt a szexualitást értjük, mert nem feltétlenül jelenti. Én itt most egyébként nem csak azt, hanem mondjuk arra gondolok, ez most megint a saját példánk, hogy abból tudok ugye kiindulni, ha mondjuk este mi szeretünk összebújni, és mondjuk megnézni egy sorozatot, de mondjuk ha ott alszik a kisgyerekünk mellettünk, akkor az neki se jó, hogy megy a tévé, meg mi se tudunk úgy összebújni, tehát hogy itt nem feltétlen csak a szexualitásra gondoltam. Épp ezért nálunk például mind a két gyerek abszolút külön szobában van, pici koruk óta, nyilván ehhez kell egy alkalmazkodó gyerek is, de én például itt erre gondoltam az intimitás alatt. Ez szintén sok mindentől függ. Függ attól, hogy mekkora tér áll rendelkezésünkre. Mert hogyha megoldható ez úgy, hogy nem tudom, a nappaliban nézi a pár a tévét,
és nem feltétlenül az ágyban, akkor ez nem okozna, tehát hogyha a ti példátokból indulunk ki, akkor ez nem feltétlenül okozna problémát. Az intimitásnak része az érzelmi intimitás is, tehát az érzelmi intimitásnak meg van köze ugyan a szexualitáshoz, de mégsem teljes mértékben függ össze a kettő. Tehát az érzelmi intimitás az kialakítható úgy is, hogyha együtt alszik a pár a gyermekével. Igen. Ugyanúgy, ahogy a fizikai intimitás, hiszen masszörnél is voltál már te is, tehát a fizikai intimitás sem feltétlenül függ össze a szexualitással. Tehát nem minden esetben sérül, viszont hogyha, tehát nem minden esetben sérül az intimitás akkor, hogyha a gyermekkel alszunk. Viszont igénybe kell venni a párnak a igényeit is, mert hogyha valakinek zavaró, tehát tök mindegy, hogy melyik fél az, vagy lényegtelen, hogy melyik fél az, akinek zavaró, hogyha a gyermekkel alszik, akkor értelemszerűen ezt rendezni kell, szintén úgy, hogy az mindenkinek jó legyen, és itt sokszor találkozom azzal a problémával, hogy nincs megfelelő tér hozzá, tehát fizikai tér ahhoz, hogy külön menjenek. Teljes mértékben. Van nekünk is egy olyan ismerősünk, ott az anyuka nagyon szeret együtt aludni, hát most már szerintem lassan 4 éves gyermekével. Apuka most már ezt így szeretné elengedni, de itt ennél a ponton már nagyon nehéz. Pedig ott lenne a gyereknek, van is külön szobája, de már ilyenkor nehéz külön rakni, úgyhogy náluk azért ez egy elég komoly problémaforrás volt. Én azt gondolom, hogy nem nehéz, tehát ez is egy gyakori problémakör nálam, hogy hogyan szoktassuk egyedül alváshoz a gyermeket, hogyan adjunk neki olyan stresszredukciós technikákat, amivel ha felébred éjszaka, akkor meg tudja magát nyugtatni, vissza tud aludni. Azt gondolom, hogy itt ebben az esetben, amit te felvázoltál, meg kellene nézni, hogy kinek van szüksége erre az együttalvásra. Valószínűleg itt inkább az édesanyának, én úgy gondolom. Senki ne menjen sehová, nem sokára folytatódik a Családban marad, itt a Lakihegy Rádióban. Ez itt továbbra is a Családban marad, itt a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál Somogyi Bettit halljátok. Vendégem Levendula Lilla, pszichológus és szociális munkás. Arról beszélgettünk legutóbb, hogy mennyire öli meg az intimitást, illetve a szexuális együttléteket, hogyha a pár együtt alszik a gyermekével. És sok esetben valószínű, hogy itt igazából inkább az édesanyának, vagy akár az édesapának van erre szüksége, nem is feltétlen a gyermeknek. Több olyan esettel találkoztam, akiknél valamilyen jellegű légzés probléma merült fel újszülött, illetve kisebb csecsemőkorban, és egyszerűen a mai napig van bennük olyan szorongás, hogy úristen, ha én nem vagyok ott, akkor a gyerekkel bármi történik. Nem bíztak ezek szerint a légzésfigyelőbe, amit beraksz a kisgyermek alá, amikor alszik. Ezt már szinte mindenki használja, de én tudom, hogy igen, sokan nem bíznak benne. Van, amikor becsipog akkor is, amikor nem kellene, igen, és igen, okoz ez nálunk is volt. Stresszt. Én lehet elég laza anyuka vagyok, mert nekünk volt ilyen légzés probléma. Nem volt koraszülött a kisfiam, egyszerűen csak elkapott egy fertőzést szüléskor, és egy pici légzés támogatás kellett. Bent voltunk 8 napig a kórházban, de megmondom őszintén, én utána betettem ugyanúgy otthon a kis ágyába, légzésfigyelővel. Pici baba egyébként is felébredt 3 óránként, de azért így sűrűn, amikor én úgy megébredtem, bementem hozzá, nem volt semmi probléma, de biztos vagyok benne, hogy van, aki nehezen tudja ezt a szorongást elengedni ilyenkor. És hogyan lehet megakadályozni egyébként, hogy ezek a párkapcsolati gondok egyáltalán előjöjjenek a gyermekszületés után? Meg lehet-e, vagy mindenképpen valamilyen gond az elő fog jönni utána? Tekintve, hogy konfliktusok minden párkapcsolatban vannak, ezért valami az élet, tehát bármelyik életszakaszban előjöhet. Nem feltétlenül a gyermek születése az, ami ezt kiváltja, de nyilván, mivel normatív krízisről beszélünk, ezért nagyobb az esélye annak, hogy ez itt meg fog jelenni. Egyrészt a kimerültség, tehát abban az esetben, hogyha mindenkinek van elegendő tere és ideje pihenni, akkor az sokat tud segíteni. Akkor, hogyha a kommunikáció megfelelő a felek között, az szintén nagyon sokat tud segíteni. Akkor, hogyha az egymásra szánt idő a helyén van, és akár a napból egy fél órát, negyed órát, egy közös, nem tudom, kávézást ki tudnak csípni, az szintén nagyon tud dobni már azon, hogy ők azt érezzék, hogy férfi-női szerepben együtt tudnak lenni. Érdemes igénybe venni babysitter, vagy pedig barátok segítségét, amennyiben. Hát merjünk segítséget kérni akkor mindenféleképpen. Így van. Sokan jelezték felém már az elmúlt évek alatt azt, hogy az egyik legnagyobb problémájuk az, hogy nincsen megfelelő olyan közeg, ahol azokra a gyermekneveléssel kapcsolatos problémakörökre megfelelő választ találnának, amik
amiket ők nem szeretnének a saját szüleik hibái miatt továbbadni, vagy nevelési hibái miatt továbbadni. Itt szeretném kiemelni azt, hogy a családsegítő szolgálatokhoz, illetve a védőnőkhöz ebben a kontextusban is lehet fordulni. Mi az a pont, amikor szerinted mindenképp érdemes valamilyen szakemberhez fordulni? Hogy mondjuk ne legyen válás abból a házasságból? Ezt így nagyon nehéz meghatározni. Én azt gondolom, hogy ha valamelyik fél azt érzi, hogy elkezdtek távolodni, és maguktól ezt nem tudják már helyre rakni. Ha valami miatt a kommunikáció elcsúszott, vagy hogyha olyan jellegű, áthidalhatatlannak tűnő problémáik vannak, amiket egyedül nem tudnak megoldani, akkor mindenféleképpen kell. Illetve itt említés szinten én behoznám még a szülés utáni hangulati zavarok témakörét is, ami szintén egy gyakori jelenség. Egyrészt a szülés utáni baby blues időszak, tehát az a szülés utáni pár hét, amikor mindenki sír, mint a zápor eső, tehát illetve az utána esetlegesen felmerülő apai és anyai hangulati zavarok, és itt kiemelném az apait is, mert arról kevés szó esik. Igen, mindenki az anyukákról beszél, de hát ilyenkor az apuka is őrlődik sok mindenen. Igen. És abban az esetben, hogyha van mentális betegsége valakinek, tehát ismert mentális betegsége, akkor ezeknek az előfordulása 50%. Tehát 50%, hogy elő fog jönni. Úgyhogy érdemes már a várandóság alatt arra készülni, hogy esetlegesen legyen egy olyan szakember, akihez tudunk fordulni, hogyha bármilyen olyan kétség is felmerül, hogy ez most még a normál pszichés folyamatnak a része, vagy esetleg már csúszik bele valami olyanba, ami esetlegesen a klinikai vonalat is érinti. Neked van egy szülőmentor tanácsadásod is, ugye, ha jól tudom. Igen, ez tulajdonképpen arról szól, hogy abban az esetben, amikor valakinek gyermekneveléssel kapcsolatos kérdései vannak, vagy stresszredukcióval kapcsolatos kérdései vannak, akkor abban nagyon szívesen segítek és fordulhat hozzám. Köszönjük szépen Levendula Lilla pszichológusnak és szociális munkásnak, hogy a vendégünk volt ma este. Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem. A hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, ennyi volt már a Családban marad itt a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok. Hallgassatok minket jövő hét csütörtökön is, ugyanígy este 8 órakor. További szép estét kívánok!